Szeretettel köszöntök minden résztvevőt, az élőben itt lévőket, és majd a tévénézőket. Az előadásom címe: Családról keresztény szemmel. Még egy kicsit szűkíteném, egy kicsit katolikus szemmel is. Azonnal a fölvezetést egy kicsikét korrigálom, mert nem az én saját bölcsességemet mondom el ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, azért nem is jöttek volna el ide. Én azt az igazságot adom elő, ami az egyház, ami 2000 éves, de mindig figyel az idők jeleire. És az idők jelei hozta azt, hogy most nekünk a család évét kellett a katolikus püspöki kar által hát kihirdetnünk, és hála Istennek, hogy mások is bekapcsolódtak ebbe, több esetben hallottam, hogy a család éve van. Vajon miért kell a családról beszélnünk? Akkor szoktak megnevezni valamilyen témát világnapnak, világhívnek, amikor azzal legtöbbször baj van. Mert addig, ameddig a levegővel, vízzel vagy más egyéb természeti dolgokkal nincs baj, nem kell rá fölhívni a figyelmet. Azért kell vakok világnapját tartani, mert vannak vakok a családnak a gondjai problémái pedig itt vannak körülöttünk. És pontosan 30 évvel ezelőtt, 1981-ben adta ki a Boldog második II. János Pál pápa a családról szóló nagy enciklikáját, a Familiaris konszorciót, mert már akkor is, de azóta még inkább tapasztaljuk azt, Adi szavával mondva, hogy minden egész eltörött. És ezt mindenki tudja. Egyébként ezek a pápai enciklikák mindig kortünetek is. Én most csak a legutóbbiaknak az összefoglaló kötetét hoztam el, még a Szent István társulat adta ki annó. Az első ebben a 13. Leó pápáé, ugye a katolikus enciklikák, a a szentszéki enciklikák mindig az első két szó alapján jelöltetnek meg, azok pedig általában magukba foglalják már a tartalmat is. 13. Leo az Arcanum Diviné, az isteni bölcsesség ezzel kezdődik, hogy család van ebben a világban. És miért mondja akkor a pápa 1880-ban, mert ha még történelmi ismeretünk vissza emlékszik oda, hogy abban az időben jött erőteljesen az állam és egyház szétválasztása kapcsán a polgári házasságnak a bevezetése, vele együtt az egyházi házasság háttérbe szorítása. És ekkor mondja a pápa, hogy ez isteni bölcsesség, hogy van család, ez nem csak egy társadalmi szerződés. Hol vagyunk, mert mertől mondhatnánk, már polgári házasságot se akkor pedig még ezért ment a harc. Utána 11. Pius pápa, a kaszti Konnubi, a tiszta házasság kezdettel szól az akkori időbe 1930-ban a családról. És benne van egy ilyen fejezet is, hogy az egyház elítéli a faj elméletet. Itt mégincsak csak egy kis történelmi tudás ezt helyére hozza, vagy érthetővé teszi, hogy miért van erről szó, hát ekkor jelenik meg ebben az időben a fajelméletnek egy olyan fajta propagálása, ami aztán beletorkollott a II. világháborúba. A következő egy katolikus püspöki karunk által is kiadott körlevélet is tartalmaz, 1956-ban nyílt lehetővé az, hogy a katolikus püspök, püspöki kar fölemelhette szabát az abortus ellen. Ugyanis akkor lett a nagy szovjet testvér mintájára legálissá tévedt teljesen az abortus. És akkor lehetősége is volt a magyar katolikus püspöki karnak ez ellen egy köllevelet írni. Aztán jött hatodik Pál pápa, a humáni víték kezdetű az emberi élet kezdetű enciklikával, amit 1968-ban adott ki, óriási portvert fel, erre már én is emlékszem, ugyanis a születés szabályozásnak a katolikus egyház által elismert módját csak a természetes születés szabályozásban ismerte el. És hát nem azt mondta, hogy az ki van átkozva, aki a mesterséges, hát ilyen fogamzásgátlással él, de a katolikusokat ebbe az irányba terelte, hogy természetes és születés szabályozással éljenek. Ez sok szempontból jó az anyának, a gyereknek, és mostani pápánk korábban még mondta Ratzinger bíborosként, hogy addig szabályozza az európai ember az életét, még szépen kifog halni. Hát úgy is lesz. Éppen ma hallottam egy ilyen előadást, a kihívásokat, hogy lehet prognosztizálni, hogy mikor lesz az utolsó magyar nő, az utolsó román nő, és így tovább, hogyha ezt így, ilyen szociológiai alapon előre vetítik és nézik. Aztán II. János Pál pápánk a Familiáris Konszorció, ahogy említettem is, 1981-ben az addig földjülemlett problémákra próbál választ adni a kinyilatkoztatás fényében. Döbbenet, hogy ettől az időtől kezdve csökken a magyar lakosság. 1981 óta. Adóta van úgy, hogy egy évben 30-40 ezeres településsel is csökken a magyarság. Na most a válság, mégis azt kell mondanom, hogy nem ekkor kezdődött, hanem mikor. Rögtön a kezdet kezdetén. Isten jónak alkotta a házasságot, az isteni rendben benne volt, hát ilyet mondott Ádám akkor, amikor megteremtette Évát, segítő társul neki, hogy ez végre csont az én csontomból, és hús az én húsomból, legyen a feleség a neve, mert férfiből vétetett. Nyilván képes beszéd, de egy óriási én... nagy tapasztalat van mögötte, így is mondják a Bibliot tudósok, hogy eciológia. Hiszen a Biblia korásnak az megírása idején az Ószövetség íródott a Krisztus előtti első évezredbe, már az emberiségnek óriási tapasztalata volt az emberi együttélésről, a nemek küzdelméről, harcáról, a testvérek egymás ellen feszülő indulatairól, és képi formában elmondja azt, amit mi sokszor a nevetségesnek tartunk, hogy az eredeti bűn, hogy egy gyümölcs, tiltott gyümölcs levételével kezdődik, képi beszéd, de onnétől kezdve egymást kezdik vádolni. Ugyanis az eredeti bűnnek a következménye az lett, hogy az ember értelme elhomályosult a jóra, és az akarata is rossz rajlóvá lett. És a gyermekek, látjuk Káin és Ábel történetéből, ez is egy nagy tapasztalat, hogy sokszor a gyilkosságig egymásnak esnek. És ez nem is ismétlődik meg lépte nyomon, de hát azt látjuk a családokba, hogy nagyon nagy ritkaság az, hogy a gyerekek teljes harmóniába legyenek egymással. És aztán, ha végigolvassuk az Ószövetséget, ott aztán mindenféle változatát látjuk a különböző családi botrányoknak, Néha úgy ilyen szemérmesebb emberek azt mondják, hogy hú, ha minek nekünk ilyesmit olvasni, erre mondta az öreg pázmány, hogy a mi okulásunkra írták le ezt, mert ezek mind előfordulnak a mi életünkben is, hanem is szűkebb, de egy tágabb körbe. És hát Jézus korára a csont az én csontomból, ez a fölbontatatlan szövetség oda jutott, hogy szíre-szóra el lehetett Bocsátani az asszonyt. A rabbi iskolák mindenféle megengedő álláspontokat képviseltek, a legkisebb már az is lehetett, hogy valaki elrontotta az ételt. El lehetett bocsátani az asszonyt. És a gyerekek között török civódás volt, gondoljunk Jézusnak föltett kérdésre, illetve kérésre, amikor azt mondja, hogy szólj a testvéremnek, hogy osszel velem az örökséget. Azt mondja Jézus, kitett engem, köztetek bíróvá. Tehát ide fajult a helyzet, azt lehet mondani, Jézus korára. És jön Jézus, aki nem újat akar e tekintetben hozni, mert a házasság a legföldibb szentség. Lehet azt mondani, hogy az élet és szeretet bensőséges közössége az Isten tervei alapján. És Jézus, mint egy nagy restaurátor, visszaállítja az Istentől, az Atyától, a Teremtőtől kigondolt rendet. Valahogy úgy mindenki látott már mondjuk egy nagy restaurálást, akár templomba, vagy egy műemlék vagy alig lehet belőle valamit már látni sokszor, de aki kehéz értenek, az eredeti szépségbe visszatudják hozni a képet. Hát ezt csinálta Jézus. Hát utal is erre, mondja azt, hogy mondatott a régieknek, én pedig mondom nektek. És most, ha én teológikusan fogalmazok, akkor azt kell mondanom, hogy a házasság az nem a kristológiai, hanem a teológiai rendbe tartozik. Mit mondok ezzel? Hogy kezdettől az Isten így akarta, nem pedig Jézus Krisztusnak a föllépése hozta ezt a házassági formát, amit mi annak tartunk, hanem ő ezt restaurálja, és rendet akar tenni az emberek világába, és hogyha olvassuk a hegyi beszédet, abból egyértelműen kitetszik, hogy Jézus azt mondja, én pedig mondom nektek, hogy nem lehet elbocsájtani az asszonyt. Van ott a Máté evangéliumában egy ilyen, hogy kivéve a porneia esetét. Ezen azóta is, hát vitatkoznak a Biblia a tudósok, hogy mit akar ez jelent, pusztán csak egy házasságtörést jelent, hogy a házasságtörés esetét kivéve. A keresztény hagyomány úgy tartja, hogy itt valójában a törvénytelen házasságról van szó, az együttélésről. Hogy e lehet Elbocsájtane az asszonyt. Hát, mint ahogy valakinek csak, mondjuk, élettársa van, de nincs vele megesküdve, azt az egyház is elfogadja, hogyha valaki elbocsájtotta, vagy szétváltak. Kivéve nálunk, katolikusoknál, ha két reformátusnak, két evangélikusnak, vagy két meg nem kereszteltnek az eskü ö, ö, szentségéről van szó. Mert amikor ö, ezek házasodnak, azt mi fölbonthatatlannak tartjuk. Éppen a teremtésből adódó rendfolytán. A katolikusoknál, miután az érvényességhez hozzá tartozik a két tanú is, és az egyház színe előtt, törvényes keretek között, ezért, ha ez nincs meg, akkor nem érvényes a házasság. Azonban, visszatérve erre a gondolatra, hogy a hagyomány alapján ezt mondjuk, hogy itt a törvénytelenségről van szó, és nem csak, vagy nem pusztán a házasság törés, hogy ekkor lehet elbocsátani a feleséget. Egyébként a hagyományból tudunk mi sok mindent, hiszen ha valaki végigolvassa a Szentírást, sehol nem találja azt, hogy az embernek monogámnak kell lennie. Nincs így benne. Ez így kifejezetten nincs benne a Szentírásban, hogy az embernek monogámnak kell lennie. Hogy mégis abban, kell lenni a keresztény embernek, ezt a keresztény hagyományból tudjuk. Hogy jót voltak a patriarkák, több nejűek voltak. Ez megszűnt már nagyjából Jézus korára, de erre is, hát később egy jó példát hozott Szent Ágoston, azt mondja, hogy miután a házasság az egyháznak is lett a mintaképe, ezért a sok feleség az egykori sok nemzetet jelenti, akik az egyházba otthora találnak. No, Jézus helyreállítja a családnak a szentségét, helyreállítja a nő jogait, helyreállítja a gyermek jogait, mert ilyeneket mond, hogy aki megbotránkoztat egy gyereket, annak jobb lenne, hogyha malom követkötnének a nyakára, és ugyanakkor elfogadja az Ószövetségnek a szülőkre vonatkozó parancsát. Mi volt az? Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a Földön. Itt szándékkal nem mondok számot, mert ugye nekünk katolikusoknak más a számozásunk, mint a protestáns testvéreknek, ezt már hosszúra vinne, hogy miért osztjuk a tíz parancsolatot másképp fel, mert ők a filó, mi meg a Szent Ágostoni felosztást veszük, de a vége tízre jön ki. Ott van egy ígéret a végén, hogy hosszú életű légy a Földön. Hát miért van ez hozzátéve? Hát azért, mert amikor ezt a parancsot kapja a választott nép, akkor ők még nem hittek igazában az üdvösségben. Számukra a jutalom csak az lehetett, hogy az ember élete hosszú ezen a Földön, méghozzá minden jóban bővelkedik. Jézus jóvá hogy ezt a parancsot is, mi több teljesíti életkornak megfelelően. Ugyanis mi úgy gondolunk erre a parancsra, hogy azon 10-12 éves gyerekek megregulázására való. Amikor már nagyjából megjön az esze a gyereknek, de engedetlen, akkor azt lehet neki mondani, hogy ott van a negyedik parancs, tessék megtartani. Holott, ha visszahelyezzük az eredeti megfogalmazásba a negyedik parancsot, akkor abban az van, hogy ezt a pusztában kapják, amikor még három rétege van a különböző életkornak, gyerekek, középkorúak, öregek. Ott voltak az öregek, akiket nem lehetett otthagyni a pusztaságba, kitéve az éhínségnek és a vadállatoknak, hanem gondoskodni kellett róluk. Tehát addig, ameddig az embernek a szülei élnek, addig gondoskodnia kell róluk. Herceg Ferencnél olvastam, hogy valószínű, talán természetesen is magyarázható ez a hosszú élet ajándéka, aki szereti a szüleit, mert aki gondoskodik a szüleiről, azért az általában tovább él, általában, mint akiről nem gondoskodnak. De mindaddig, amíg valakinek élnek a szülei, ő maga is fiatalnak, sőt gyereknek érzi magát. Hát nem vagyok én még ilyen öreg, apám anyám él. És így természetesen is meghosszabbodik az emberi életkor. Na most Jézus úgy mutat rá példát, hogy 12 éves korában végbeviszi azt a profétai tettet, hogy ott marad a templomban, de utána megy, és odaírja Lukács evangélista, és engedelmeskedett nekik. Máriának és Józsefnek. Ez is egy örök példa, mert ma ugye mindent megkérdőjeleznek, évezred és elveket, hogy egyáltalán a gyereknek a személyiségi jogait nem csorbítja-e, hogyha engedelmeskedik a szüleinek, nem csorbítja. Sőt, a negyedik parancs ki van tágítva a nagyszülőkre és mindazokra, akik az ő neveléséről gondoskodnak, így például a tanárokra is. Mert ha nem vesszük ezt komolyan, akkor meg lehet verni a tanárokat is, amire sajnos mostan időben már van példa. Tehát engedelmeskedni kell, felnőtt fejjel egyet tudni érteni a szülővel, mert nagy baj az, hogyha nagy dolgokba, örök értékekbe, generációs válság van. Én ismerek ilyeneket, hogy fél óráig nem tudnak szót érteni a szüleikkel. Ez nem jó. A nagy dolgokba egyet kell tudni egy felnőtt embernek érteni egy idős emberrel. Természetesen, itt a beszámíthatóság is, hát benne van ebbe az egyetértésben. Mert nem tudnak egyetérteni. Azt meg generációs válság. Én elmondhatom az apám 91 évét betöltötte, fontos kérdésekbe gyerekkoromtól kezdve egyetértettem vele. Még politikai dolgokba is. Úgyhogy, ennek idején, hogy viccként elmondom, hogy a 80-as években volt a szavazás, mondta a szavazatszedőknek, adjátok ide fiam céduláját, mert teljes politikai egységben vagyunk. Tehát egyet értettem vele a fontos dolgokba. Na most Jézus erre is példát ad. Kéri, Szűz Mária, nincs boruk, mi gondunk ez, de aztán mégis azt mondja: Mária ismeri, tegyétek azt, amit Jézus mond. Egyetért az édesanyjával. És a keresztről gondoskodik róla. Ma épp a fájdalmas szűzanyja ünnepe van, aki ott áll a kereszt alatt, és azt mondja a Jánosnak, imáta anyád, gondoskodik róla. Tehát ezzel Jézus ezt a negyedik parancsot a családba így beleviszi. Amikor az apostoli ige hirdetés visszagondol Jézus tanítására, amit a hegyi beszédben mondott, vagy máshogy is olvasunk, hogy szabad-e elbocsájtani a feleséget, és azt mondja, nem lehet, mert amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza, amikor visszagondolnak erre, akkor bizonyos profétai ihletettség alapján is, főként Szent Pál a házasságot Krisztus és az egyház kapcsolatával hozza párhuzamba. Az Ószövetségben, gondolok egy Ozeásra, egy Malakiásra, azok mindig azt mondják, hogy az Isten úgy szereti a népét, mint a férj a feleségét. És a Isten tagadás ebből adódóan mindig a házasság törésnek a szinonimájával van érzékeltetve a Bibliába, hogy ti házasságtörők vagytok. De Istennek kapcsolatban ez a hűtlenséget jelenti. És amikor Szent Pál erre visszagondol, és már az őskeresztény egyház kezdi pontosan megfogalmazni a férj és feleségnek a Krisztus előtti miben létét, vagyis szentség jelenlétét megfogalmazza, hogy mit kell tenni férnek és feleségnek, akkor ezt mondja az Efezusi levélben, hogy hiszen ez a férfiak szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, önmagát adta érte, Ugyanígy férfiak is úgy szeressék feleségüket, mint önön testüket. Aki szereti feleségét, önmagát szereti. Hiszen soha senki nem gyűlöli testét, hanem táplálja és ápolja. Akár csak Krisztus az egyházat. Mert tagjai vagyunk az ő testének. Ezért az ember elhagyja apját, anyját, és felesége ez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Nagy titok ez, én pedig Krisztusról és az egyházról mondom. Tehát mindegyiknek úgy feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje férjét. Nagyon ilyen öntudatos, és hát az egyenjogúságot erőteljesebben hangsúlyozó mennyasszonyok általában azt mondják a Tatás alkalmával, hogy előnek kerüljön ez a rész a házasság házasságkötéskor, amikor ilyeneket mondanak, hogy az asszony tisztelje a férjét, meg van a fordítás, hogy engedelmeskedjék is ilyet. Egy emancipált nő nem tesz. De hogyha oda vesszük az elejét, hogy férfiak úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus szerette egy hogy föláldozta magát érte. Jó, meg gondoljuk, többet kér a férfiaktól. És ilyen férfinak lehetne is engedelmezkedni, csak hát hol vannak az ilyen férfiak? <gül> 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 Ugye? No tehát, itt vagyunk egy ilyen képbe. Itt van ez a kép a házasság szentségéről. Na most, még annyit tisztázni kell, én használok itt olyan szavakat, amit nem mindenki ért. Szentség, mert ilyen nagy, sokan talán ilyen, ilyen szentedényekre gondolnak. Ami hitünkben, katolikusoknál két meg nem kereszteltnek a házassága érvényes és fölbonthatatlan de két megkereszteltnek a házassága szentség, mert jelen van benne az Isten. A szentségben mindig jelen van az Isten. És ezért, amit Isten egybe kötött, mert Isten köti egybe, ember szét ne válassza. És ez a szentség, ez a katolikus hétházban fölbonthatatlan, éppen ebből az igényből adódóan, hogy Isten kötötte egybe. Az már más kérdés, hogy vannak esetek, amikor a katolikus egyház is azt mondja, hogy eleve érvénytelen volt. De én most nem abba akarok belemenni, hogy mely esetekben volt eleve érvénytelen, hanem hogy igazában milyen is az a házasság, ami jó lenne, ha eszményként előttünk levegne. Mert legalább eszményeink legyenek. Mert akinek még eszménye sincs, az nem tudja, hogy milyen úton kell neki haladnia. És ebben az eszményben mindig benne van a keskeny útnak a választása. Ugye Jézus beszél arról, hogy van széles út, amelyen csak úgy hemperögnek az emberek, mennek, és van a keskeny út. A keskeny út választása végül is a keresztény házasság. Mert mindenkor az árral szemben úszást is jelenti. Mert nem könnyű megélni a keresztény házasságot. Az egyszerre természetes és természet fölötti közösség. És két görög szót mondok, amelyeket értünk, legalábbis az elsőt, mert egyszerre biosz, biológia, és zói, és természet fölötti élet. A biosznak természetes életnek, benne kell lenni a házasságnak, hiszen a házasságnak egyik fő célja az élet továbbadása. A katolikus egyház, a kereszténység sem testellenes. Voltak korok, amikor ez a fajta eretnekség begyűrűzött hozzánk. De nem testellenes, hanem azt mondja, hogy a testet alá kell valamiképpen a szellemiségnek, a léleknek rendelni, hogy magasabb értékek szolgálatában álljon. Most a bioszhoz, hogyha a szeretet fogalmának egy alfaját veszem, ahhoz tartozik legtöbbször az erosz. Az erotika. Ami megint csak Istentől adott adomány, és helyén való a igazi házasságban, vagy az igazi jegyés kapcsolatban. Azonban, hát erről sokaknak tapasztalata van, hogy ez nem olyan tartós, mint az igazi szeretet. Mert az idő múlásával és sok mindennel könnyebben megfakul és elmúlik. Azonban a természet fölötti életnek a sajátsága az a fajta szeretet, amit a Szentírás agapéval jelez. Amikor már nem a vonzódás csupán, nem is az érdek, hanem az érdeken fölötti és vagy Természet fölötti szeretet köt össze bennünket. Meg gondolok én egy olyan esetre, amikor hosszú időn keresztül ápolja valaki a feleségét, vagy a férjét. Több ilyet láttam, hűségesen, éveken keresztül, ott már nincsen rossz. Ott már csak agapé van. Az a szeretet, ami az Istenre jellemző ami Istenből árad ki és az embernek ezt el kell sajátítania és tovább kell adnia. Egyébként a házasság, ez a bioszis és a természet fölöttiség is egyszerre személyes társadalmi és vallási vonatkozású a mi fölfogásunkba. A legszemélyesebb ügy is, de ugyanakkor van neki egy társadalmi vetülete. Hát ezért legalább a polgári házassághoz kötötték, hogy amikor megjelenünk a társadalom előtt, akkor tudják azt, hogy mi összetartozunk. Megjelenünk különböző életszituációkban. A gyermekeink megjelennek, ez már mind társadalmi jelleget ölt. De ugyanakkor ennek vallási, vallási jelentése is van, hiszen beépülnek, Abba a közösségbe, amelyikhez tartoznak, ezért is, hogyha Krisztus és az egyház kapcsolatával hasonlította össze Szent Pál Apostol a családot, akkor a mostani fölfogás szerint egy kis egyház is a család. Annak kellene lenni legalábbis eszménye szerint. Az első igazi forrása ennek maga a szent háromság aki egy, de nem magányos. Annak a vetülete végül is az egyháznak a közössége, és annak kicsiben az egy, a családban kellene megvalósulnia. Kellene. De van rá példa, hogy megvalósul. Na most ebben a házasságban tudatos társainak kell, hogy váljanak a teremtőnek. Hiszen bibliai parancs, Szaporodjatok és sokasodjatok, és hagyjátok alá a Földet. Ez a délutáni műsor, amit elkaptam a rádióból, az éppen azt elemezte, hogy sokszor a mai ember ennek a parancsnak sértesz már eleget, hiszen kihalásra ítéli önmagát. És itt ki lehet mutatni, hogyha prognosztizáljuk előre, hogy, hogy fog csökkenni az emberiség. De még egy ilyen is, mint egy nagy Kína, ahol Hát ugye úgy gondoljuk, hogy talán másfél milliárd vagy ki tudja mennyi ember van. Hát ott is, mikor bevezették azt, hogy csak egy gyerek legyen, megölték a leánygyerekeket. Mert úgy a fiú értékesebb. És 30 vagy 40 millió olyan házasságra kész fiatal ember van, akinek nincs felesége. Valóan. Nincs olyan, aki feleségül menne hozzá. Tehát itt ez a parancs. Ez nem lehet. Nem lehet, hogy így mondjam semmibe venni, mert önmagunk sírját meg. Hát persze, ez tudatos társai, tehát itt a, azt is mondjuk, hogy felelősséggel kell vállalni a gyereket, de vállalni kell. És nem attól kell férni, most már a túlszaporodástól itt ezeken a tájakon, hanem a kihalástól. És ebben a vállalásban el kell jutni addig a pontig, hogy a gyermek az önmagáért való. Mert Isten mindenkit önmagának teremtett. Itt is egy tévútra jutottunk, hiszen úgy gondoljuk, hogy a gyermek az a mi boldogságunkat kell, hogy szolgálja. Az egy következmény. A Jézusi elgondolásba a boldogság mindig következmény. Idézzük csak emlékezetünkbe a nyolc boldogságot. Boldogok azok, akik ezt, meg ezt, meg ezt megteszik utána válnak boldoggá. Tehát a gyermek is következményként boldoggá teheti a szülőt, de nem lehet eszköze az ember boldogságának. Mert akkor az szűrődik le, hogy neki mindegy, hogy hogy, de valahogy kell egy gyermek. És főként azért, hogy azt a hiányérzetét, ha mondjuk magányosan él sokáig, föloldja, mert ő boldog akar lenni. A gyermek nem eszköze az ember boldogságának. Aztán a keresztény családban a szűk út vállalása mellett valamiféle fegyelemre és aszkézisre van szükség. Ezt nem lehet megspórolni az életünkből. Mert ott, ahol nincs, ott kezdődnek aztán nem csak a hűtlenségek, hanem a veszekedések. És az a feladat, ami a keresztény emberre egyéni életében is vonatkozik, hogy Krisztus papi, profétai, pásztori tisztségéből részt kap, az a házasság és a család életére is vonatkozik. Mi a papi tisztség? Egyáltalán mi a pap? Mert itt mi sokszor hát egy tudatvesztésben vagyunk, mert a papság lényegével nem vagyunk tisztában. Papság ott van, ahol áldozat van. Ehhez kötődik talán a liturgia, a liturgia, is, de még a pogány vallásoknak is az áldozat bemutatása. Ezért igen finom distinkcióval a katolikus egyházban papok vannak, a protestáns egyházakban lelkészek, mert a protestáns egyházak azt mondják, hogy az az egyetlen áldozat van csak, ami Jézusé volt, mi is azt mondjuk, hogy az, csak azt mi azt mondjuk, hogy minden misébe jelenbe hozzuk. Na most a papság feladata az áldozat vállalás és a megszentelés. Hát ez a családoknak is feladata az imádság által, az Isten tiszteleten, a misén való részvétellel, az áldozatba való bekapcsolódással és életük áldozatával. Ugyanis nincs fárasztóbb, hogyha nem hittel végezzük, mint a szülői hivatás. Az egy áldozat, mind az apa, mind az anya részéről. De ha ezt látja a gyerek ott a családban, hogy ő érte áldozatot vállaltak, akkor ez a példa rá is visszahat. Lehet, hogy éppen akkor nem, mikor még kamaszkorú, de később visszatér. Rájön arra, hogy mit dolgozott érte az anyja, sőt, még a nagyanyja is, és visszatérnek a képek. Az áldozatos szellemnek a kialakítása, hát ennek olyan hiány vagyunk. Hát a gyerekeket nem lehet már megkérni szinte semmire vagy fizetni kell érte. Hát ugye ez hányszor megtörténik. A nagymama azért adja a pénzt, mert olyan jó volt, elment a boltba, vagy mit tudom én, mit megcsinált, hát adni kell az unokának. Hát valódi nagyon torzóta tévedtünk, mert nem tudjuk azt elképzelni, hogy a gyereket is rákényszerítjük az áldozatra. Példánkkal, hogy lássa azt, hogy sok mindent meg kell úgy tennünk, hogy nem kapunk érte fizetséget. Egyébként, hát azt hiszem, a leggazdagabb nőknek, meg a leggazdagabb férfiaknak volna csak házastársa, hogyha minden pénzen kellene fizetni egy családba. Tehát az áldozatos lelket, ez a papi feladat, de ebbe benne van az imádság, benne van az Isten tiszteleten való részvétel is. Az imádság, ami szerintem nagyon-nagyon kevésé van meg, még a kereszténynek mondott családokban is. Minden állomás helyemén kérdeztem, vagy gyerekeket megkérdeztem, hogy én, ki látta a nagyomáját imádkozni, az apját, anyját, hogy hol van közös imádság. Hát általában az, hogy az apját alig látta, de legtöbbször nem is látta imádkozni. Az anyukáját még hébe-hóba. A nagymamáját legtöbbször, közös imádság még talán karácsonykor van, vagy esetleg egy ilyen ünnepi asztali áldás az elején, de már végén azt is elfelejtik. Nincsen. Nincs a keresztény családokban általában közös imádság. Teréz anya mondta, az a család, amely közösen imádkozik, az együtt is marad. Tehát ez a papi feladat a családban. És ugyanakkor nyitottak az Isten hívására is. Te nem csak olyan formában, hogy elvállalják az emberi életet, hanem hogyha mondjuk gyermekeikből valakit az Isten kifejezetten az ő szolgálatára hív. Hogy nem, hogy nem tiltakozik ellenem, hát örömmel nyugtázza, de semmiképpen sem erőteti. Aztán a profétai feladat az egyházban, mi a profétaságon mindig azt szoktuk kéteni, hogy jövendő mondó valaki. Hát az a proféták esetében is egy töredékes hivatás. A proféta mindig Isten nevében tanít és beszél. Na már most, ha így van, hogy a proféta ezt teszi, akkor ami profétai feladatunk ebbe a körbe tartozik, hogy tovább adjuk a hitünk tartalmát. Hitet nem tudunk adni, az kegyelem. Az egész előadásomra el lehet mondani azt, hogy csak ez a hitben és a kegyelemben érthető. Mert aki nem hisz és nem kéri az Isteni kegyelmet, annak ezek a tanítások teljesen életidegenek. Tehát ehhez kell hit és kell hozzá kegyelem. Csak hogy a hitnek tartalma van. A hit tartalmakat tovább kell adni. A tanítványok azért lehettek tanítványok, mert Jézus tanította őket. Tanítani a gyermekeket. A hit továbbadásához hozzá tartozik. A zsidóknál kötelesség volt, hogy továbbadják a hitet. A zsidó család az ószövetségi hitnek és az ószövetségi vallási gyakorlatnak a továbbadója volt. A keresztényekre is ugyanezt kell, hogy vonatkozzék, hogy a hitet már gyerekkortól valamiképpen segíteni kell. Antennákat kell adni. Ehhez az tartozik, hogy tudjunk a mi hitünkről számot adni. Mert óriási csalódás szokta érni azt a gyereket, aki az apjára úgy gondol, Ugye az ő apja aztán profi mindenbe. Az mindenhöz ért. De ugyanakkor, ha föltesznek egy kérdést a hitről, akkor azt mondják, hát kérdezd meg anyádat, de a legjobb lesz a nagyanyádat kérdezett, mert én ezt nem tudom. Tehát, hogy tudjunk számot adni. Japánban, amikor a 17. században egy kegyetlen véres üldözéssel gyakorlatilag lefejezték a hierarchiát, úgy tűnt, hogy már mindennek vége van, két vagy háromszáz év múlva mentek oda a hittérítők, amikor már enyhültek a engedmények, vagy a körülmények, megcsodálva, nem döbbenve, csodálkozva hallották, hogy az alapvető imádságokat, aztán Jézus Krisztusról alapvető dolgokat tudtak az emberek. Honnét papok nem voltak, lelkészek nem voltak, Honnét, könyvtár, irodalom nem volt, átadták. A hitnek a tovább adása. Ez egy profétai feladatunk. És nagyon nagy vákumba kerültünk, hiszen visszaemlékszünk arra, hogy az 50-es évek közepéig a hitoktatást nem tudták megtörni. Vidéken, de talán még Budapesten sem. És utána jött egy olyankor, amikor hát részben a diktatúra, részben a megalkuvások következtében már a szülők nem adták tovább a hitet, mi több nem gondoskodtak róla, hogy gyerekeik hitben nevelődjenek. Kimaradt egy egész hosszú időszak, amikor ez a lehetőség is fönnállt. Tehát a profétai feladata a keresztényeknek ez is lenne. És ehhez nyilván, hogy magunkat is kell képezni. Mert hogyha a gyerek föltesz okos kérdéseket, hát arra válaszolnunk kellene. És számtalanszor megtörténik, hogy egész fiatal gyerekek, elsősök, másodikos gyerekek, föltesznek olyan kérdést, amire szinte nem is tud a felnőtt mindjárt válaszolni. Hát én mondanék ki, hogy mi az, hogy lélek? Megkérdezi a gyerek, mit mondanánk rá, hogy mi az, hogy lélek? Ugye, meg beszélünk arról, hogy van örökké valóság. Mi ez? De már csak egy ilyen fogalom, mi az, hogy lélek? Mit tudnánk neki mondani? Hát úgy besegítek. Hogyha például valaki azt mondja a gyereknek, hogy álmodtál már? Igen. Na ez a lélek. Tehát a lelki, tulajdon, a lelki dolgokról Fölkészülten. Aztán van a pásztori tisztség. A pásztori tisztség, hát még városi ember is tudja, mit csinál a pásztor. Összetartja a nyáját. Nem hagyja a cégkergesség. Összetartani a családot, azt a közösséget, azt a legkisebb sejtet, ami ránk van bízva. És általában úgy szokott ez lenni, hogy amíg él az édesanya, addig még a gyerekek összetartanak. Az édesanya halálával, általában úgy a családi kötelékek lazulnak. A pásztori tisztség, hogy vegye mindig át valaki ezt a feladatot, hogy tartsuk össze a családot. Mert ekkor sokkal könnyebben megmaradnak hűségben is, a házasok megmaradnak a gyerekek is a család szeretetébe. Hosszú útra venné el már a gondolkodást, de azért meg kell említeni, hogy a családban is kell a békességet őrizni. Amikor Jézus azt mondja, hogy boldog a békesség szerzőkök Isten fiai, akkor ez alatt nem azt mondja, hogy hát vannak békességes emberek, akiknek mindent lehet mondani, sosi haragszanak meg, hanem akik fáradoznak a békességért, és a családba is kell. És mi a béke? A rend nyugalma. Legyünk békéve Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. Ha egy családban nincs béke Istennel, ott előbb-utóbb egymással se lesz béke. És az egymással lévő békének egyik alapja az, hogy az én szívemben béke legyen. A tiszta lelkiismeret is ide tartozik. Nincs szúrósabb darázs, mint a lelkiismeret furdalás, mondja Falu Tamás költő. Hogy az ember a saját lelkiismeretével legyen jóba akkor majd a közösséggel és Istennel. És hát, ugye itt ebben a békességben, hogy mit a konfliktusokat. Nem kell mindent szóvá tenni. Mert ha mindig mindent szóvá teszünk, akkor békétlenség lesz. Tudjunk megbocsájtani. Valaki azt mondaná, hogy ó, hát ilyen nagy dolgot ne is kérenek tőlünk. De aztán még hozzáteszi az apostol, hogy bosszút ne álljatok. Hát én számtalan szó láttam, amikor vállásra került a sor, hogy mennyire bosszút álltak egymáson. És hogy fékezzük a nyelvet, Jakab Apostol mondja, az a nagyon sok mindent helyre lehet tenni. Nem kell, mint az idős asszonyok szokták mondani, hogy hazudtam békesség okáért, de azt viszont meg lehet tenni, hogy a jót mindig megköszönöm, megmondom, és a rosszat nem kell mindig szóvá tennem. És ebben a szóvá tevésben mindig akkor szóljunk, amikor ott van az ideje. Szóval nekünk nagy kísértésünk, hogy állandóan főtödjük a nagy lemezt. Nincs foganatja, csak akkor szóljunk. Azt mondja boldog 23. János Pápa, hogy békesség legyen egy családba, sok mindent vegyünk készre, keveset tűrjünk el, vagy sok mindent vegyünk észre, sokat tűrjünk el, és keveset tegyünk szóvá. És talán akkor van foganatja a mi beszédünknek is. És nem szabad elfelejteni azt, hogy mi arra vagyunk kivatottak, hogy ne átkot, hanem áldást mondjunk. És tudjunk imádkozni a családjainkért. A család békéért, a gyermekekért, unokákért. És az imádságnak még akkor is van haszna, ha mindjárt nem látjuk. Erre Szent Ágoston a kiváló példa. Azt mondta Ambrus az anyjának, nem veszhet el az a gyerek, akiért ennyi könnyet hullattak. Hát imádkozzunk a családjainkért, és akkor talán helyreáll a béká családokba, a szeretet és élet közösségévé válik az a család, amit Isten kigondolt, és Jézus Krisztus pedig jóvágyulag megerősített. Köszönöm szépen!